Mezőségi minifor. Sziasztok! Ebben a videóban a kotlókat mutatom be. Van két kotló, amelyikek már költöttek, és így kis csibékkel járhatnak. A másik kettő még ül a tojáson, és reménykedünk, hogy minél több ki fog kelni. Tartsatok velem! Négy volt kikelve, viszont sajnos az egyik elpusztult, mivel összeverekedett a másik lilitársával, és így egy picit megsupálták a csirkéket is. Hát volt még olyan ebből a három közül is, hogy úgy gondoltuk, nem fog megmaradni, de hát szerencsére megmaradt. Nézzük meg, hogy melyik az. Az egyiknek a feje nagyon meg volt csipegetve. Itt ez, melyik fut most az anyja után. A másiknak a szeme volt egy picit megcsipve. És a harmadiknak csak a szeme, viszont egy picit jobban. Hát azokat nem fétettük, mert nem volt nagy vaszizdász. De őt egy picit féltettük, ugyanis még mindig látszik, hogy elég szépen elverték a többiek. De nincs amiért ide hátra jöjjetek. Miért én jöttem hátra feletti, mehettek vissza? Igen. Felfedezték a nagy füvet. Most lehet nem is fognak innen kijönni. Na de mi itt hagyjuk őket. Szép libasorba mennek egymás után. Szóval addig megnézzük a másik kotlót, amelyiknek ugyancsak vannak kis csibéi. Várják a finomat. Dobjunk be kicsi zöldet, egy nap háromszor. Nem elég, hogyha kétszer adunk nekik. Mindig megszokták, hogy általában, amikor idejövünk, akkor a nyuszik kapnak valami finomat, és ők is kapnak, de hát most üresen jöttem, szóval egy picit csalódtak. Neki csak két kis csibéje lett, viszont egyként meg vagyunk elégedve, mert az egyik kis csibe nagyon szép gagyás, csak épp elbújt, hogy nehogy észre tudjuk venni szép kis gagyáját. Thank you.
Hello! Mi a helyzet? Állunk félre a tojásokról? Eddig elég szépen ül a tojáson, még nem válogatta ki, hogy mi kell neki, és mi maradjon nekünk. De általában azt csinálják, hogy csinálnak maguknak egy külön fészket, amiben egy párat átköltöztetnek, többit úgy hagyják, és ha időben észrevesszük, akkor még melegen át tudjuk pakolni a másik fészekből megmaradott tojást. Ha nem, hát akkor így jártunk. De szerencsére még nincs baj. Ahogy látszik, evett is, mert a reggel tiszta vizet kapott, és már beleverte a törőbúzát. Mi a helyzet? Ne zavarjunk többet! Közben, ha tetszik a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, ugyanis ők még mindig nincsenek kikelve, és róluk is lesz még videó. Le vannak választva kis nyuszik is, Zsaninak a kis nyuszéi. Mert csak ennyien vannak, ezekből is kettő le van foglalva. Az a hamvas és az oroszlánfejű. Úgy döntöttem, hogy ezekből még nem hagyok meg, majd a következő túrából. És akkor hát, ha lenne fehér oroszlán fejű csak nősténybe, és akkor az biztos, hogy megmaradna. Hát, ha jöv egy csirke is nagy, ügyesen, várja, hogy engedjem túl. Gyere hamar! Ez az. És egy picit megjárta, ugyanis a kecskék ki vannak rakva, és így nem volt amit. Gyere! Nem volt amiért nyitva legyen a kapu. És nem tudott átjönni, hogy mutassa, hogy ide lenne, visszaengedjük. Menjünk is át a másik kotlóhoz. Elég szépen fel van száradva az udvar. Csak megmostam a rotakapát. Vagyis a kapagépet. És emiatt egy pici vizet csináltam ide. De hát felszárad. Másik kotló az itt van. De ha benne vagytok a Facebook csoportomba, akkor biztosan már tudjátok. Kiöntötted a vizet? Igen? Gratulálok. Vagyis a kaját, nem is a vizet. Gratulálok neked. Hát ez is ügyesen végzi a dolgát. Még neki sem volt második fészke, de hát ne is legyen. Hallottuk a kis kakasunkat kukorékolni.
lassan ennyi is lesz ez a videó. Ha tetszett, akkor jelezd egy lájkkal, és ne felejts el feliratkozni. Ha szeretnél, jelentkezz a Facebook csoportomba, a link ott lesz a leírásba, ugyanúgy, ahogy mindig. Várom a csatlakozókat. Nézzük meg, hogy tojás nincs. Hát nincs. De ami látszik, hogy a két kis kotlónk most már ki van menve. Szóval úgy néz ki, hogy végeztek a kotolással. Keressük meg, hogy melyikek voltak azok. Az egyik az a piros, és a másik ott van az is, az a fehér. Szép nagy szeműek lesznek idén is a diók, mind ahogyan mindig. Na de nem is húzom tovább az időt. Sziasztok!